Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Június 3-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz televízió legfrissebb hírei. 400 millió forintból újul meg a Pinnyéd melletti útszakasz. Az út fejlesztése mellett kerékpárút, körforgalom és buszmegálló is épülni fog. Új elnököt választott és a pandémia után először ülésezett Győrben a KDNP ifjúsági szervezete, az X. A járvány miatt a fiatalok nem tudtak a közösségépítéssel foglalkozni, ezért a város vezetői igyekeztek őket motiválni. Szűködön fotóriporter a napokban lenne 80 éves. A legendás művész emlékére műveiből szerdán nyílt kiállítása a Triangulum galériában. Szomorú apropó, hogy fia Norbert a napokban hunyt el, így tőle is búcsúztak a résztvevők. 400 millió forintból újul meg a Pinnyéd melletti útszakasz. Az út fejlesztése mellett kerékpárút, körforgalom és buszmegálló is épülni fog. A munkálatok már elkezdődtek, a folyamatokról a helyszínen dr. Dézsi Csaba András polgármester, Szeles Szabolcs alpolgármester és Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő számolt be egy sajtótájékoztatón. A városvezetők kiemelték, fontos, hogy ne csak a belváros, hanem a peremen lévő városrészek is fejlődni tudjanak. A beruházás egészen novemberig tart majd. A munkálatok ideje alatt türelmet kérnek a környéken élőktől. Gőzerővel dolgoznak a munkagépek Pinnyéden, a markoló folyamatosan pakolta a földet a teherautóra. Már javában zajlanak a munkálatok a Kunszigeti útnál. Ez egy 400 milliós beruházás, egy útfelújítással, körforgalomépítéssel, buszmegállóépítéssel, gyalogjárdaépítéssel, kerékpárútépítéssel, tehát egy modern út fog épülni, ami annak a programnak a része, hogy nem csak a belvárost építjük és újítjuk fel, hanem azokat a településeket is, amik a családi házas környékek és amik a csatolt jellegű települések, és amik a külső peremkerületeknek számítanak Győr városában. Ugye számtalan szó ér ez a vád a város vezetését, hogy csak a belvárosra koncentrál. Ez is egyik példája annak, hogy az egyik legnagyobb beruházás, útberuházás az itt Pinnyédre vezető úton történik. Az itt élők már régóta szorgalmazták, hogy itt is új út épüljön, a jövőben pedig tovább folytatódik a Győr perem kerületein elhelyezkedő utak felújítása és bővítése is. Évek óta beszéltünk arról, hogy Pinnyédre egy olyan fontos útszakasz van, ami egyáltalán a városrészbe vezet, ez pedig nem más, mint a Kunszigeti út. És a Kunszigeti út felújítása, megújítása alapvetően fontos dolog. Ráadásul nem csak az út újul meg, hanem kerékpárút is épül, így biztonságos körülmények között lehet eljutni a városrészbe. Reményeink szerint, ahogy elhangzott, polgármester úr is említette, novemberre készül el, november elejére ez a beruházás. A második gondolatom az ahhoz kapcsolódik, hogy ez valóban egy központi forrásból valósul meg, a terület és településfejlesztési operatív program keretében. Tudni kell azt, hogy ebben a programban Győrnek egy nagyságrendileg az elmúlt évekre visszanézve egy 20 milliárd forintos lehetősége volt, és nagyon ügyesen és nagyon észszerűen használja ki ezt a város. A szakasz felújítása és építése központi forrásból kerül finanszírozásra, és egy topos program keretein belül valósul meg. Itt a türelem az egy nagyon-nagyon fontos mondat és szó vagy üzenet, amit itt meg kell fogalmaznunk, hiszen egy 5 hónapos fejlesztés lesz, ami egész nyáron és majd az ősz derekán is ez itt folyamatosan folytatódni fog. A közlekedés szervezésében bizony ez okoz nehézségeket. A közbeszerzés kiírásán ezt figyelembe vettük, és a kiírásnak egy feltétele volt, hogy olyan cég vállalja ezt a munkát, amely ennek a szervezésében is komoly tapasztalattal rendelkezik, hiszen ennek a megoldása ezért a részükről is egy nagyon komoly logisztikai és szervezési hozzáértés. Igényel. Valóban egy 400 milliós úgynevezett topos településfejlesztési operatív program keretében megvalósuló pályázatról beszélhetünk. Egy nagyon-nagyon régi igényt váltunk valóra, hiszen a pinnyédieknek egy nagyon régi álma volt, hogy ezt az utat felújítsuk. A terület alpolgármestere arról is beszélt, hogy a kivitelező próbál az előre meghatározott ütemterv szerint haladni, és a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozni a közelben élőknek. Új elnököt választott és a pandémia után először ülésezett Győrben a KDNP ifjúsági szervezete, az X. A járvány miatt a fiatalok nem tudtak a közösségépítéssel foglalkozni, ezért a város vezetői igyekeztek őket motiválni. Dr. Dézsi Csaba András polgármester, dr. Perge Elza alpolgármester és Nacsa Lőrinc a KDNP országgyűlési képviselője, aki az ifjúsági szervezet országos elnöke, részt vett az ülésen, ahol a szervezet új elnököt is választott.
választott. Nagy Richárd Lászlót a 26 éves két gyermekes édesapát nevezték ki, aki civilben gyermekeknek oktat testnevelést. A fiatal elnök célja a közösségi, főként sporttal kapcsolatos programok szervezése és folyamatos kommunikáció a város vezetésével. Csillogó tekintettel ültek a széksorokban az ifjú KDNP-sek, városunk vezetőit, valamint az ifjúsági szervezetük elnökét hallgatták. A pandémia után tegnap tartottak ülést először. Új alakult Győrben az X, a KDNP ifjúsági szervezete, ami nagyon fontos dolog, mert akkor hatékony igazán a politika, és az a politikának a célja, hogy meghatározzuk azokat a közös utakat, hogy merre akarunk menni, mit szeretnénk fejleszteni, milyen legyen Győr 5, 10, 15, 20, 30, 40 év múlva. És hogyha nyilván én egy nagyon hosszú távon gondolkodó ember vagyok, de ha csak az életemet nézem, akkor már ilyen hosszú távon magam sem tudok gondolkodni, illetőleg a fiatalok azok egészen más szemmel nézik már a világot, és a jövőt már nekik építjük, nem magunknak, és amúgy is szeretem bevonni a fiatalokat abba a gondolkodásba, hogy hogyan tovább Győr, és ez egy nagyon jó lehetőség, hogyha van egy kereszténydemokrata ifjúsági szervezet, akik a keresztény konzervatív gondolkodást ötvözik a jövőképünk alakításával. A KDNP ifjúsági szervezete újult erővel lát neki a feladatoknak, mivel a koronavírus járvány miatt a közösségük nem tudott programokat szervezni, így városunk vezetői igyekeztek motiválni a fiatalokat. Eltelt egy év, és több mint egy év, hogy nem lehetett dolgozni, és a fiatalok egy kicsit elültek. Ugye a Covid-járvány miatt nem volt lehetőség a találkozásra, és úgy éreztük, hogy nekünk, az idősebb korosztálynak egy kis löketet kell adni, és segíteni kell, hogy ne higgyék azt, hogy magukra lettek hagyva, ne higgyék azt, hogy most már egy ilyen lassult tempóban folytatjuk az életünket, és közösen összefogva velük, eldöntöttük, hogy újjáalakulunk, újjászerveződünk. Az ülésen az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke, a KDNP országgyűlési képviselője is buzdító beszédet tartott, és a Győr Plusz híradónak arról beszélt, hogy az X-re komoly feladatok várnak a most következő időszakban. Itt is Győrbe is az X eldöntötte azt, hogy a következő időszakban ismét aktív kíván lenni programokkal, a győri fiatalokat értékrendi alapon próbálja meg megszólítani, én mi azt csak támogatni tudjuk országos szinten is, és hát nagyon fontos, hogy jövő évben választások lesznek, ezért az X fiataljai meg tudják azt mutatni, hogy igenis az az irány, ami az országban jelenleg van, az országi építés kormánya, az egy jó dolgokat csinál, a fiatalok életére is pozitív hatással van a kormány tevékenysége, és igenis értékrend alapon tudják azt vállalni, hogy felelősséget vállalnak társaikért, egymásért jó ötletekkel bombázzák a városházát, és próbálják Győrt is olyan módon alakítani, hogy minél élhető legyen a fiatalok számára. A szervezet tegnap új elnököt is választott. Nagy Richárd Lászlóra szavaztak a legtöbben. A fiatalember 26 éves és két gyermek édesapja. Nagyon örül, hogy ő vezetheti az X-et. Magáról az X-ről annyit szeretnék mondani, hogy legáltalánosabban közösségépítő szervezet vagyunk, és fő profilunk a kulturális események mellett még a sportesemények. Jó magam testnevelő tanárként dolgozok itt Győrben, és úgy gondolom, hogy Győr városért úgy tudok a legtöbbet és a legjobbat nyújtani a legjobb minőségben, hogyha a saját szakmámban próbálok eseményeket szervezni itt a városon belül. Remélem, hogy dr. Dézs Csaba András és úgy ámblokk a város vezetése is partner lesz ebben, abban, amit én kiterveltem, és természetesen közösen a csapatommal kiterveltünk. A fiatalokból álló szervezet fő célja a közösségépítés, valamint a fiatalok megszólítása, a folyamatos kommunikáció és egyeztetés a város vezetőivel. Szűködön fotóriporter a napokban lenne 80 éves. A legendás művész emlékére műveiből szerdán nyílt kiállítás a Triangulum galériában. A sors fintora, hogy fia Szűk Norbert, aki apja halála óta azon dolgozott, hogy a hagyatékát ápolja, súlyos betegségben a kiállítás megnyitóját megelőző napon hunyt el. Az eseményen Kálmán Imre püspöki irodavezető, dr. Dézsi Csaba András polgármester és egykori kollégája és barátja Pió Márta emlékezett a kiváló művészre és búcsúzott festőművész fiától. A kutyával ismerkedő oroszlán az állatkerti kismajom, de az esernyőt vivő színészek is mind Szűködön fotóriporter munkái. A legendás művész most lenne 80 éves. Ez alkalomból emlékkiállítás nyílt műveiből a Triangulum galériában. Az esemény szervezéséből Szűk Norbert, a fotós fia is maximálisan kivette a részét. Azonban a sors fintora, hogy a festőművész már nem tudott jelen lenni. Igazán megható ez a
pillanat, hiszen én tegnap értesültem Szűk Norbi barátom haláláról, ami hát borzasztó, megrázó dolog. Nem csak azért, mert fiatal volt, és nyilván tudtuk, hogy volt egy betegsége, amiből aztán szépen épülgetett fel, és ezzel együtt váratlan volt ez a halál. Tehát nem csak fiatal volt, hanem egy olyan művész volt, akibe volt dinamizmus, lendület, és nagyon készült erre a kiállításra, hogy az édesapjának emléket állítson, mert amellett, hogy ő benne túlbúrjázott a szeretet, mindenkivel rendkívül szolgálatkész volt, barátságos, szeretteljes. Mindemellett a családját szerette a legjobban, és a szülőkkel szemben érzett rendkívül tisztelet és szeretet, úgy gondolom, hogy példaértékű volt. Barátok, kollégák és rajongók is eljöttek a megnyitóra, melyen Kálmán Imre püspöki iroda vezető együttérző szavakkal imádkozott apáért és fiáért. Szűködön fotóipóter emlékkiállításán szomorúan, de mégis ünnepélyes keretek között emlékezünk apára, és a tegnap elhunyt festőművész fiára, Szűk Norbertre. Bátorkodom az ünnepélyes szót használni, mert a lélek halhatatlanságának és a feltámadás hitének ünnepélyes kifejezése, amikor imádságon megemlékezünk elhunyt testvéreinkről. Kérem, hogy néma főhajtással fejezzük ki most tiszteletünket. A képek mindegyikéről elmondható, hogy olyan érzelmeket és pillanatokat tartalmaz, melyre minden győri méltán lehet büszke. Dr. Dézsi Csaba András polgármester arról beszélt, hogy a fotóriporter egy jelenség volt. A Szűk Ödön, vagy Dönci bácsi, vagy Ödi, ki hogyan hívta, egy jelenség volt Győr városában, amellett, hogy egy kiváló fotóművész volt, egy kiváló fotográfus volt, egy olyan ember, aki mindig nem csak hogy meglátta a pillanatot, hanem hát ismerjük jól, gyakran megszervezte a pillanatot. Tehát amikor az esküvőmet fotózta, akkor én tartottam attól, hogy azt mondja, hogy gyerekek, menjetek vissza és jöjjetek be újra. Szűk Ödönről barátja és egykori kollégája Pió Márta is megemlékezett. Hogy annyira belemerült a munkába, hogy az égvilágon mindenét elhagyta. Tehát ha meghallotta, hogy valamerre Kapuvárfele megyünk, akkor egyből mondta, hogy jaj, de jó, mert ott van egy sálam, valahol ott hagytam. Tehát mindig volt ilyen történet, amikor mosolyogtunk. És azért mosolyogtunk, mert Ödön is mosolygott. Szűk Ödön mindig mosolygott. Tehát annyira fantasztikus volt a mosolya, hogy ha bántották, talán még jobban elfedte a bánatát a mosollyal, de hát nem nagyon bántották, mert ő se bántott senkit. Tehát miután egy tiszta, ártatlan, jó ember volt, ezért aztán mindenki szerette. Az emléktárlat július 4-éig, csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával védettségi igazolvánnyal látogatható. Csütörtökön kora délután rendezte évadzáró ülését a Győri Nemzeti Színház. A rendezvényen részt vett dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, valamint Forgács Péter leköszönő színházigazgató is, aki ezen az eseményen köszönt el a közönségtől, hiszen pozícióját július 1-től Bakos Kis Gábor veszi át. A színházban tartott ülésen köszöntötték a teátrum örökös tagjait és a nyugdíjba vonuló kollégákat is. Szétnyílt a vasfüggöny, hosszú hónapok után ismét megtelt a Győri Nemzeti Színház nézőtere. Az évadzáró társulati ülésen a teátrum művészeit és dolgozóit elsőként dr. Dézsi Csaba András polgármester köszöntötte, és egyben elbúcsúzott a leköszönő igazgatótól, Forgács Pétertől. Nagyon remélem, hogy a következő évadnak minden egyes előadását meg fogjuk tudni tartani, és önök ti fel lehettek a színpadon, mi meglátjuk, nézhetjük és csodálhatjuk a nézőtérről. Ehhez kívánok sok sikert, erőt, egészséget mindenkinek, és igazgató úrnak pedig köszönjük szépen azt a munkát, amit végzett itt a színházban, azt a munkát, amit Győr kultúrájáért tett, és azt a munkát, amit annak idején a színház működésének, becsületének megmentésért tett, amikor átvette a színház vezetését. Egy nagyon szép alkotópályát futott be Győr városában, ezért
hálásak vagyunk neki, ezt köszönjük szépen, és sok sikert kívánok neki a következőkben. A koronavírus járvány teljesen átérte a megelőző és a mostani évadot is. Ősz elején még be tudták mutatni a két meghirdetett előadást, a próbák azt követően már a bezárt épületben zajlottak. A társulat online előadásait nagy érdeklődés és siker követte, közben pedig elkészült a Győri TV film a Kék-kék-kék. Akik benne voltak, akik a műszakban dolgoztak, és nagyszerűen végezték azt a munkát, és én azt gondolom, most már a vágásnál és az utómunkákkal utómunkánknál tartunk, és megköszönöm itt a önkormányzatnak is, hogy segítségünkre volt ennek a filmnek az előállításában, de azt hiszem, hogy ez, ha majd a film levetítődik, de csúnya szóval mondom, akkor azért lehet látni Győrt, a 750 éves Győrt, stb. A színészeket, a Győr Nemzeti Színházat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy büszkeség, ez a tévéfilm, ami majd szeptember-októberben látható a tévében. És ez is egyfajta segítséget nyújtott a dolgozóinknak. Hagyomány már, hogy a társulati évadzáró ülésen elbúcsúznak a nyugdíjba vonuló kollégáktól, köszöntik a társulat új tagjait, illetve az örökös tagokat. Az utóbbi tiszteletbeli címet nyerte el dr. Tamás László, a Petszaladár Egyetemi Oktató Kórház fülorgégész főorvosa, aki szaktudásával évek óta segíti és támogatja a színház művészeit. Egy orvosi titok lesz, amit elmesélek, és nem tudom, Janis Éva művésznő nincs itt. Hát ez a legcsúnyább dolog, hogy a távollétében beszélek róla. De elmesélem azt az egy percet, amikor meglátogattam őt a Covid osztályon. Éppen följött az intenzívről. Nem volt túl jó állapotban. És bementem hozzá, és vittem neki, hát persze ez kafanderben meg se ismer, bemutatkoztam, hogy én vagyok a Tamás doktor. És akkor ott feküdt, és kijátsza a szerepemet. Úgy tudom, hogy a Szulák művésznő. Akkor jó. Álló vastaps, így köszöntötték már a Kossuth Díjas Bedefazekas Csabát, akit a napokban választottak a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjául. Forgács Péter bemutatta a színház ügyvezető igazgatóját, Pelikán Alexandrát, és végül megköszönte a társulatnak és közvetlen kollégáinak az elmúlt 12 év munkáját és támogatását. Hétfőn zárult az intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen című 1 milliárd 238 millió forintos költségvetésű projekt a Győri Egyetemen. A projekt elsődleges célkitűzése egy olyan felsőoktatási rendszer létrehozása volt, amelynek eredményeként a hallgatók és az oktatók minél hatásosabban fel tudják venni a ritmust az intézmények emelkedő teljesítményeivel, illetve képesek lesznek egyre jobb színvonalon reagálni a munkaerőpiaci kihívásokra és a nemzetközi versenyhelyzetre is. Abloncinél professzor dr. Mihályka Lívia szakmai vezető szerint a hosszú távú cél az, hogy az itt elért eredmények a projekt végeztével is érezhetőek maradjanak. Újra személyesen lehetett sajtótájékoztatót tartani a Széchenyi István Egyetemen. Az intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen című 1 milliárd 238 millió forintos költségvetésű projekt zárásaként gyűltek össze az oktatók, akik a 4 éves időszak tapasztalatairól beszéltek. 4 évvel ezelőtt, mikor indultunk, itt, ahogy a mai záró rendezvényen elhangzott, nem gondoltuk volna, hogy ekkora jelentősége lesz annak, hogy online tananyagok készülnek. Ez az egyik nagy jelentősége, úgy gondolom. A másik pedig olyan szakmai kapcsolatok alakultak ki az egyetemen belül és az egyetemen kívül is, amik nem jöhettek volna létre, ha nincs ez a projekt. Tehát szakmai kapcsolatokra gondolok, akár külföldi kapcsolatokra. Például közös tananyagok születtek, amit használ a Széchenyi István Egyetemen is, és mondjuk a Pozsonyi Gazdaságtudományi Egyetemen is használnak. A szakmai vezető szerint az A-projektek mindegyike hallgatóbarát volt, és a legfőbb cél az volt, hogy a diákok a bejutás után a diploma megszerzését is elérjék.
lemorzsolódás elleni küzdelem, hallgatóinak készült videók, amit mint hallottuk, hogy 1 millió nézettség, több mint 1000 rövid videó, ami problémásabb tananyag részeket mutat be a hallgatónak, és ha akarja, akkor 25-ször is megnézheti. A mentorrendszer, ami a jövőre nézve is nagyon fontos. Második volt oktatási innováció. Tananyagok készültek, e-tananyagok is, és nem e-tananyagok is természetesen, de itt is több százról beszélünk, és ezeknek egyharmada angol nyelvű, ami a nemzetközi hallgatóink számára nagyon fontos. Nemzetközi láthatóság. Ez azt is jelenti, hogy a tananyagok legtöbbjét nem csak a Győri Egyetem hallgatói érik el. Ez a nemzetközi esítés része, ahogy az integráció is, amely online formában is meg tudott valósulni. A Kárpát-medencei oktatási tér fejlesztésére is koncentráltak, valamint arra, hogy az anyanyelvi oktatás minél sokszínűbben fennmaradjon. Cél volt a hallgatók fizikai aktivitásának növelése, emellett az orvos és egészségtudományi képzés is megújult. Ennek keretében elindult a szonográfus képzés, valamint további eszközbeszerzések történtek. A Nők a műszaki pályán címet viselő A-projekt a gyengébbik nem boldogulását szerette volna segíteni, az oktatók pedig ennek kapcsán tréningeken is részt vettek. A gazdaságtudományi továbbképzések területén pedig az eredetileg tervezett 3 helyett 5 képzést hoztak létre. Különböző képzési területekre fókuszált a projekt még, ez az agrárképzés, egészségtudományi képzés például. Itt is új tananyagok születtek, vagy egy új gondolkodást került kialakításra, hogy milyen életpályamodell tudunk nyújtani annak a hallgatónak, aki az agrárképzésben jelentkezik nálunk. A projekt elsődleges célkitűzése egy olyan felsőoktatási rendszer létrehozása volt, amelynek eredményeként a hallgatók és az oktatók minél hatásosabban fel tudják venni a ritmust az intézmények emelkedő teljesítményeivel, illetve képesek lesznek egyre jobb színvonalon reagálni a munkaerőpiaci kihívásokra és a nemzetközi versenyhelyzetre is. A projekt szakmai vezetője szerint a hosszú távú cél az, hogy az itt elért eredmények hosszú távon is fennmaradjanak. Az Arabona évszázadai városismereti vetélkedő második fordulójának 3 győztesét húzták ki a Városházán szerdán. A 750 éves évforduló miatt ez a játék is rendhagyóan zajlik, hiszen a diákok mellett a győri emberek is részt vehetnek benne. A második fordulóban egy menetlevéllel kellett bebarangolni a belvárost, ahol az indulók felkereshették a nevezetes helyszíneket, és teljesíthették az ismeretterjesztő feladatokat. Szele Szabolcs alpolgármester és Prédőné Német Margit az Arabona évszázadai városismereti vetélkedő főszervezője húzták ki a második forduló nyerteseit. A versenyt a 750 éves évforduló miatt idén nem csupán a diákok, hanem a teljes győri lakosság körében hirdették meg. A városi rendezvényeken túl nagyon sok olyan esemény van, amelyik ennek a köntösében kerül megrendezésre, és így van ennek a már komoly múltra visszatekintő sorozatnak az esetében is, és örömmel vettük, hogy idén ez is a 750-nek a jegyében telt, ami azt jelentette, hogy kinyitotta a kapuit, és nem csak az iskolák falain belül került a diákoknak megrendezésre, hanem a győrieket hívták egyébként erre a vetélkedőre, erre a játékra, aminek több fordulója volt. A második fordulóban menetlevél segítségével kellett a versenyzőknek bebarangolni a belvárost, és a nevezetes helyszíneken teljesíteni a feladatokat. A belvárosi felfedező nyertesei Hajósnagy Renáta, Nics Adrien és a Gárdonyi Iskola 7. A osztálya. A finálét június 7-én rendezik 11 csapat részvételével. Elmondanám, hogy melyek azok az iskolák, mert tényleg nagyon ügyesek voltak, remekül szerepeltek. A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor általános iskolából érkeznek csapatok, a Kölcsei Ferenc általános iskolából, a Bencés gimnáziumból, Cucor Gergely Bencés gimnáziumból érkeznek csapatok, a Váci Mihály általános iskolából, Móricz Zsigmond általános iskolából, és van egy nem kifejezetten győri, hanem Győr környéki csapatunk, ők Töltéstaváról érkeznek, a Fiát János általános iskolából. Ez nincs meg 10 iskola, de olyan ügyesek némely iskolák, hogy több csapatot delegálnak, és így jött össze nem is 10, hanem a 11 csapat. Hétfői híradónkban beszámolunk majd az idei dobogósokról.
Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Mindjárt folytatjuk a sporthírekkel, friss információkkal pedig legközelebb, péntek este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon. A Győri Városházán fogadta az NB1-be jutott Gyirmót FC Győr labdarúgó csapatát a város polgármestere és a sportért is felelős alpolgármester. A sárga-kék gárda a bajnok DVSC mögött végzett a tabella második helyén, ezzel szerezve jogot az első osztályú indulásra. Az etós hölgyek után a gyirmóti férfi labdarúgókat fogadta a Városháza dísztermében dr. Dézsi Csab András és Radnóti Ákos. A másodosztályú klub elsősorban a tavaszi nagy menetelésének köszönhetően végzett a Mercantil Bank Liga második helyén, mellyel jogot szerzett a 2021-2022-es NB1-es bajnokságban való indulásra. Csertő Jaurél csapata végül a feljutásra esélyesebbnek kikiáltott Vasas gárdáját előzte meg. Dr. Dézsi Csab András beszédében kiemelte azt a küzdőszellemet, melyet a Gyirmót tanúsított a bajnokságban. A Gyirmót visszaadta a futballba vetett hitemet, mert megmondom őszintén, ha olvastátok a nyilatkozataimat, akkor szoktam ideget-meleget adni a futballistáknak, meg a futballon kapcsolatban, de nem azért, mert nem szeretem ezt a sportot, hanem azért, mert nem szeretem a lelketlen játékot. A polgármester és a sportért is felelős alpolgármester elismerő oklevelet adott át a csapat játékosainak, a szakmai stábnak, valamint a vezetőknek. A klub ügyvezető tulajdonosa megköszönte az elismerést, tette ezt az összesen 400 fiatal igazolt gyirmóti labdarúgó nevében. Amellett, hogy tényleg Győr város része Gyirmót 1972 óta, mi Győrinek valljuk magunkat, és mindig is azt mondjuk, hogy Győrért tesszük, és ezt a köszönetet, amit most ugye itt megfogalmaznék én, mint a klubügyvezető tulajdonosa, ezt teszem a gyirmóti 400 fiatal nevében is, a 7 éves, 21 éves kollégik, akik a példaképük a felnőtt kirakat csapat, és minden gyerekből szeretne majd ilyen labdarúgó lenni. A 38 mérkőzésből álló nehéz sorozat utáni pihenő hamarosan véget ér. Nagy Patrik csapatkapitányt az előttük álló feladatokról kérdezte stábunk. Kiünnepeltük magunkat a feljutás után, úgyhogy ezzel le is zártuk a múltat. Inkább azt mondom, hogy ezzel zártuk le a múltat most ezzel az ünnepélyes diátadóval. 21-én kezdjük a felkészülést. Bízom benne, hogy akkor már a teljes keret együtt el tudja kezdeni a munkát. Addig természetesen van, vagy lesz, inkább azt mondom, hogy lesz házi feladatunk, ugye el kell kezdenünk egyénileg a futásokat, és bízunk benne, hogy sikerül kiharcolni ezt a bennmaradást, ami nem lesz egyszerű. A nehéznek ígérkező első osztályú szezonra való felkészülés tehát hamarosan kezdetét veszi. Nagy reményekkel vág bele az újabb NB1-es kalandba a győri gárda. Remélik, a szezon végén újabb sikernek örülhetnek, ami a bennmaradást jelenteni a legjobbak között. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket. További kellemes televíziózást kívánok. Viszontlátásra!